szakának vége van. Írás mai módszertan szerint kötelező az, hogy ne szolgáltasson alapot semmiféle összeesküvés elméletnek. Tehát mindegy, hogy igaz vagy nem, ő először puhatolóznia kell szegény történésznek, hogy szabad-e hitelesnek nyilvánítani az összeesküvést, vagy összeesküvés elméletnek kell nyilvánítania. Ez nagyon megköti a kezét, és nagyon megalázza a történészt. Mindenki bevallja. Nem tudom, hogy a Magyar Történettudományi Intézetből hányan vannak most itt, de borozgatás közben többen megmondják, hogy megalázva érzik magukat, amikor ezeket tudomásul kell venniük. Meg az is megalázva érezte magát, aki Trianonról próbált volna doktori értekezést írni, és azt mondta, hogy mivel ő olvasta Edward Mendelhaus titkos iratait, aki főszereplője a háború előkészítésének, a háborúban történeteknek, majd a békediktátumnak, hogy olvasta a titkos iratait, hát ez bevenné a doktori értekezésbe. És az irányító tanár azt mondta, hogy vegye csak be, de akkor nem ő irányítja. Mert hát ő azért ragaszkodna a saját mostani pozíciójához, tehát értse már meg. Tehát keressen más valakit. Már nem tudom, hogy döntött, aki ezt nekem elmesélte, de talán nem, már azt se tudom, hogy kihagyta-e, akkor nem lett doktori értekezés belőle, aki hagyta, mert ha nem hagyta ki Edward Mendelhaus, mert nem lehet nem kihagyni. Benne van a történelem írás. Nem módszertanában, hanem elvárásaiba, követelményeibe, hogy ki kell hagyni. Na most egyébként ez az ember, én ezt megpróbáltam megérteni, ezt a nem lehet megérteni egyébként. Azt lehet látni, hogy ő volt a legerősebb Párizsban, amikor a béke konferencia lezajlott. És hogy a hazugság és a cinizmus kultusza megteremtésében vezető szerepe van. De ő mindezt kényszerhelyzetbe vállalta volna. Tehát nem találta se De Grel, aki elsőként írt erről a kérdést a Nyugat-Európában, se mások az, hogy ő valamilyen gyűlölet által vezéreltetve döntött volna úgy. De amikor elfogadtatta a stratégiai elvet, az azt jelentette, hogy semmit se szabad figyelembe venni Magyarország viszonylatába, se a történelmi elvet, se a stratégia, se az etnikai elvet, tehát mindegy a számarány. Ezért kerülhetett akkor a terület Romániához, amelyben a román lakosság hát kitett körülbelül 50%-ot, de hát nagyjából amit ők követeltek volna, vagy amit elvártak volna, az a ami bécsi döntés alatt megtörtént, tehát Dél-Erdély. Egyébként ez is szerepelt a román irredenta mozgalom céljai között. És a kulisszák mögött Edward Mendelhaus jelenlétébe hozzászólt Masaryk, akinek az volt a nagy feladata, és ezt gondolom Edward Mendelhaus közvetítette, hogy hozzon létre Csehszlovákia néven egy szabadköves mintaállamot Európába. De azt mondta, nem tudja elfogadni Magyarországtól Észak-Magyarországot, ha Magyarországot nem darabolják fel a lehetőségig, mert bármikor visszaveheti. És akkor tanulmányozták a kérdést ott Párizsban.
a kulisszák mögöttiek. Mert ők voltak a döntéshozók. És arra döbbentek rá, mindenki tudja egyébként, most már a román történészek is megírják, Lucián Boly a legújabb könyve, az első világháború más szemmel, azt hiszem így fordították le magyarra, már kifejti, hogy az erdélyi románok nem akartak Romániához csatlakozni. Féltek. Egyébként az Nagy-Románia első miniszterelnök egy erdélyi lett, aki viszont 4 év múlva azt nyilatkozta, amikor már nem volt miniszterelnök. Rájött, hogy Balek szerepet szántak neki, hogy utoljára ő szabad embernek a magyar királyságban érezte magát. Tehát nagy rejtélyek vannak itt, de a zseniális Edvard Mendelhaus azt a megoldást találja ki, hogyha nem lehet megindokolni, hogy miért adnak 102.000 négyzetkilométert Romániának egy áruló államnak, tehát nem csak vesztes államról van szó, aki külön békét kötött, nem egyeztetve a szövetségeseivel. Azt a zseniális döntét hozza, hogy akkor, ha nem lehet megindokolni, akkor nem indokoljuk meg, csak odaadjuk. Hát, hogy ezzel mekkora lapáttal tett rá a cinizmus kultuszára, azt csak elképzelhetjük. De, hát most ebből sok bonyodalom lett az utóbbi időben, mert hát ezért lettek a nagygyűlések. Mert úgy döntenek ott Párizsban, ha a Kárpát-medence, és ez a Szent Koronának köszönhető, mert nagyon-nagyon megbecsülték a nem magyarok. Tehát a magyarországi nemzetiség, a Szent Korona tagságot. Ezt nagyon könnyű ma is tanulmányozni. Még el lehet menni olyan román házba, Erdélybe, ahol nem lehet csak ünneplő ruhába belépni a tiszta szobába, mert ott ki van téve egy nemesi oklevél. Egy magyar nemesi oklevél. A Szent Korona tagságot igazoló oklevél. És akkor most eszembe jutott az is, amikor a bécsi titkosságos szolgálattal együttműködve Johann Innocenzo Mihu Klein, görögkatolikus püspök, az első magyar ellenes román mozgalmat szervezi, akkor senkit se tudott mozgósítani. Ez még a rendi társadalom korában van, tehát a 18. század első felében, aki tagja a Szent Koronának. Tehát döbbenetes volt a Szent Korona tisztelete. Szünetben vagy valamikor elmondom, hogy járt Vasonci Gyula, amikor be akart lépni egy ilyen házba, farmer nadrágba, Mármarosba. Tehát ahol a Szent Korona emlékei ott voltak. Tehát különös dolog ez. És akkor egyszer csak azt döntik, hogy akkor nagygyűlés legyen. Hát a nagygyűlés jogilag annyira érvényes, amennyire a népszavazással szemben, amennyire a mi döntésünk lenne most, hogy Párizs hagyják meg Franciaországnak, de a többit azért nyugodtan el lehet venni tőle, mert ki lehet mutatni, hogy ott kik jelentek, stb. És a felvilágosodástól kezdődően ezt a francia forradalom idején, hogy franciásították. Tehát mi most itt eldöntjük, és holnap tudomásul vesszük, hogy érvényes a döntésünk. Hát tulajdonképpen ez történt akkor, ez a gyulafehérvári román határozat, ugyanakkor kellett meghozni nagyjából. Felvidéken, délvidéken. Nem tudom, mennyi idő van, de én elmondom. Nem sok. Nem sok? Annyi minden mondani, hogy olyan szenzációs dolog. De hát akkor... Hallgatjuk. Mindegy, meséljen fel. Vagy. Akkor még azt elmondanám az olyan időszerű kérdéseket, amelyek...
amelyek nagyon időszerűek. Az egyik nagyon időszerű kérdés, hogy végre be kellene venni, úgy látszik nem sikerül, a tantervbe a Szent Korona misztérium és tanár. Egyébként az ünneplés kezdetekor kifejtették, hogy nagy tisztelettel ünneplik a Szent Koronát és nagy anyagi áldozatokkal, de ne keverjék bele a Szent Korona tanát és misztériumát a Szent Korona tiszteletébe. Ez nagyon nagy hiba volt, tehát ez egy időszerű kérdés. Ennek következménye az, amit elpanaszoltak most a történelmi tanárok, hogy nem vették be a tantervbe. Na most nem arról van szó, hogyha beveszik a tantervbe, akkor az egész ország megismeri, hogy mi is a Szent Korona misztérium és tana. És akkor egyszer csak azt mondja, hogy hát állítsuk már helyre a jogfolytonosságot, ha elmulasztottuk helyreállítani a rendszerváltozás idején. Nem is ezt vetik fel a történelmi tanárok. Azt vetik fel, hogy nem lehet tanulmányozni a Habsburg korszakot, ha nem ismerjük a Szent Korona misztériumát és tanát. Mert a Habsburg korszak lényege, hogy a kényszerhelyzetében a Habsburg házmer, hiszen a Habsburg uralkodó. Egyben a német-római birodalom császára is. Mohács után a német-római birodalom császára erősebb, mint a magyar király. Erősebb a hadserege. Ugyanaz a személy. De ő magyar király is, német-római birodalom császára is. És itt most megszületett bennem a drámairól hirtelen. Átélem egy német-római császár helyzetét, például első Lipótét, akiben egyébként semmiféle magyar ellenes indulat nem volt, de esetleg félelemmel, mert hát Zrínyi Pétert azért meg akarták. Királyá akarták választani helyette annak idején, és ez a híres Veselényi féle összeesküvés, amelynek a vége az lesz, hogy a főszereplőket hát rettenetes sors éri. Ezt nem tudom, hogy fel tudja akkor még fogni, de aztán telik az idő, és ez az első Lipót, akinek most a helyébe képzelem magam, eljut addig a pillanatig, amikor a törököt kiőzik Magyarországról. És akkor nem csak, hát akkor felvetődik az a kérdés, hogy ő meg Erdély fejedelme is ezután nem csak magyar király, nem csak német-római császár. És hát egy királynak, császárnak általában vannak udvaroncai. Nem nagyon törődött az udvaroncaival. Különös világ volt ez még, mert például, mikor elment hozzá Bethlen Miklós, aki azt mondták neki, aki az ismerősei, akik udvarbéliek voltak, hogy hát ő most az erdélyeket fogja képviselni, de ha tud németül, akkor felejtsen el gyorsan, mert ez a Lipót semmi se hal, semmit se hal meg németül. Mert azt állítja, sérti a fülét. Vele beszéljenek latinul, vagy olaszul, vagy spanyolul. Magyarul sajnos nem tudott. Magyar király volt pedig. Tehát olyan különös világban ez a Habsburg-Lipót az úgy átéli, hogy ki ő, mint német-római császár. És ki ő, mint magyar király. És rájön, hogy a Szent Korona misztériumának és tanának köszönhetően magyar királyként neki gúzsba van kötve. Hát helyesebb úgy mondani, azt mondtam majdnem, hogy keze. De hát önmaga teljes egészében gúzsba van kötve. Mivel hogy a magyar alkotmány szerint kell uralkodnia. A német-római birodalomban minden szava szent, mert ott éppen abszolút monarchia van.
Tehát amikor átveszi Erdélyt, vagy át akarja venni Erdélyt, vagy szólnak neki, hogy vegyem, legyen már kegyes átvenni Erdélyt, akkor ő egyszerűen arra gondol, hogy a német-római birodalomban az ő akarata törvény, a magyar királyságban nem. És egyetlen kívánsága van, hogy Erdélyt ne a magyar királysággal egyesítsék, hanem a német-római birodalommal, hogy ott is szent legyen az akarata. Tehát a minden szava törvény. Tehát a királyi rendelet az abszolút monarchiában az törvény. Akkor nem ismerték ezt a kifejezést, azt hiszem, hogy törvény erejű rendelete, de azzá válik. És ott van a vármegyei ellenállás, Erdélybe is megtörtént, meg az erdélyi autonómiák. És akkor azt mondja, hogy hát igen, ez győzelem. Diadalm ámorában él, elhitetik, hogy neki köszönhető, hogy a törököt sikerült kiűzni, amíg ott vannak a délvidék egyes részein. Már úgy látszik, hogy az végvonaglása a török birodalomnak a Kárpát-medencében. Azt mondja, hogy hát jó, átveszem, de a német-római birodalomhoz csatol. De nem muszáj csatolni, csak a német-római birodalom törvényé szerint létezzen. Mert az nekem úgy jó. Hát az erdélyek megijednek. Mert ők tudják, mi a Szent Koronatana, mi a Szent Korona misztériuma. És tudják, hogy annak biztonságban éltek. És annak biztonságban éltek a török világ előtt. És a török világ alatt is. És egyetlen embert tisztelnek legalább, ez Bocskai, mert ő teremti meg a bécsi békét, és mert ő meri megírni Rudolf császárnak, hogy én erdélyi fejedelem nagyobb úr vagyok, mint te, mert Isten kiválasztottja vagyok. Hát itt most elmesélném, hogy ez az összefüggésben van a Tündélna, meg a Tátus Paripa kultuszában, mert ő visszafordult a régi magyar hagyományokhoz, és szakrális királyként avattatta be magát a Tátus Paripa és a Tündélna kultuszában. Egyébként együtt Báthory Zsigmond elvált feleségével, Krisztiánával, Habsburg Krisztiánával, Rudolf császár unoköccsével, és iszonyatosan kétségbe esnek az erdélyek, hogy most mi lesz. Hát megszűnik ez a külön erdélyi világ. Hát remélem, hogy azt nem is lehet megszüntetni, mindent elkövetett a román állam, hogy megsemmisítse. De azt mondták nekem a Hun hölgyével, mégpedig második Attila, én neveztem el második Attilának a legnagyobb Hun történész, mert nem tudtam kiejteni a francia nevét, mennek a szintiszta Hun világban mindenkinek francia neve van. És azt mondta második Attila, amikor én megkérdeztem tőle, tolmáccsal beszéltem vele, hogy miért vettétek fel a francia nyelvet? És azt mondta, mert nem kényszerítette senki. Tehát a genfi kanton volt a legközelebb, az francia kanton volt. Onnan jött egy tanító, onnan jött egy pap, jött egy táblával, nem tudom miket írt rá. Végül nem akart semmit, hát ha nem akar semmit, akkor... Egyébként a németországi hunok is így germánosoknak ezt, svábok tudnak erről beszélni, meg a bajorok. Ha akarnak. Hát nem akarnak, mert gazdaságilag sokkal erősebbek, mint mi, és általában az a rokon ragaszkodik a másikhoz, aki szegényen. Ezt egy bajor mondta nekem. Aki tudta, hogy ő hun, illetve avar, de hát az neki ugyanazt jelentette. Na hát,
Hát az történt visszatérve első Lipóthoz. Hát írtam már róla drámát, úgyhogy nem kell beleéljem magam, és nem mutatták be, mert felfoghatatlan, amit csinált. És az történt, hogy az erdélyiek ilyettük be, körülnéztek, hogy hogy lehetne lebeszélni, hát ők belehalnak abba, hogy a német-római birodalom törvényei szerint éljenek. Egyébként ez a magyar királyság és a német-római birodalom viszonya is törvények szempontjából olyan volt, hogy egy fontos magyar törvényt sikerült visszavonatni, azt hiszem 3,5 évszázad alatt. A német-római birodalom, vagy később a napoleonháború után kialakuló osztrák császárság uralkodójaként sikerült visszavonatnia. Most nem mondom, hogy melyik, mert azt bőven ki kellene fejteni. De már az is rejtélyes viszony a magyar király, hát még amikor most Erdély csatlakozna valakihez, és az erdélyek fő célja, mert azt mondják, abba halnak bele, hogyha nem a magyar törvények szerint eljöttnek, nem a Szent Koronatana és misztériuma szerint. Én mindig hozzáteszem, hogy misztériuma szerint, mert az jelenti az égi hatalmat. Tehát attól ijednek meg. Tehát első Lipót se azért szenved, ezt nem tudom a szabad kimondani, szenved vereséget, mert még nem jutottunk el a vereségéig, mert megértette a Szent Koronatanát, azt is úgy kezdte megérteni, hanem mert felfogta, hogy a Szent Korona misztériumában benne van, hogy ő a Szent Korona akaratából, mint magyar király, büntetést szenvedhet, a legsúlyosabbat is, saját maga és családja megsemmisülését. Na de hát egyelőre annyi történik, hogy az erdélyek körülnéznek, keresnek egy széke embert, aki tud spanyolul, olaszul, vagy latinul. Németül, ha lehetett volna első Lipóttal beszélni, talán kiválasztanak egy 100 embert, mert akkor még nagyon jó volt a magyar és a szász viszony. A magyar és a szász viszony 1848-ig volt nagyon jó, amikor nem tudták megbocsátani a szászok, ezt kimondom, mert a szászok nem vallják be, nem tudták megbocsátani a magyar kormánynak, hogy egyenrangosította velük a szászföldön élő románokat. Ezt az iszonyatos bűnt követte el a magyar kormány, azonnal megszervezték az ellenállást, és úgy döntöttek, hogy hát fel kell számolni ezt a magyar államot, aki ilyen döntést tud hozni, hogy egyenrangosítja a szászokkal a románokat. Ez már annyira felfoghatatlan ez a mondat, de akkor annyiszor kimondták. Hát aki szervezte, nagy hiba volt egyébként, aki szervezte a mozgalmat magyar királyság felszámolására, azt a 100 embert, a forradalmi törvényszék ki is végezte, nem kellett volna, tehát rá kellett volna jönni arra, hogy itt megtörtént a hazaárulás, és minden megtörtént, ami okot szolgáltatott volna erre, de van diplomáciai érv is, hogy ezt mire használják ki. Tehát attól kezdve ez a viszony megromlik. De hát nem tudtak 100 embert küldeni, mert németül nem akart beszélni. Tudták már, hogy nem szeret beszélni. Első Lipót. Az még ilyen korszak. Tehát ez nagyon különös, hogy a történettudomány általában azt a hibát követi el, hogy rávetíti mondjuk a 19. századot a 16-ra, és meghamisítja. Mert hogy lehet az, hogy egy német uralkodó azt mondja, hogy ne beszéljenek a jelenlétében németül. Tehát ilyen nincs a 19. században, de lehet a 16. 17. században. Tehát
De mindegy. Nem, rövidítsünk, mert baj lesz. Mindjárt Nereisz megjelenik. Hanem az történik, hogy hát ha nem tud egyetlen székely se, se spanyolul, se latinul, se olaszul ezeket a nyelveket szerette első riport, hát akkor keressenek már, hát akkor küldjék el. A legravaszabb ember a székely, ezt akkor is tudták. De hát akkor küldjenek egy majdnem székely főurat. Hát ezt megtalálják Betlen Miklós, aki nagyon szépen beszélt latinul, meg is érkezik, fogadja is első Lipót, meg is tiszteli. Hát most már kénytelenek lesznek elolvasni a Kálmánba a lényeget, mert most én azonnal leszűkítem ezt a kérdést. De remélem be fogják mutatni, akkor csak meg kell nézni színházba, nem tudom még melyik színház. Hát az történik, hogy megérkezik és közli első Lipót, hogy ő már döntött. De a döntésért képviselik, nem ő, hát neki erre nincs ideje. Ősz is most orgonettózni meg, megy onnan templomba, általában orgonettózással. Ő orgonettózással, nagy az ember volt magyar szemmel nézve, de orgonettózással az orgonának valamilyen elődje, nem valami, és a zongora valamilyen, nem tudom milyen, nem sikerült ki. Ha van itt szakember, az majd elmondhatja. Tehát meg imádkozni szeretett, meg a feleségét imádni, meg a fiát szeretni. Mellesleg uralkodott, néha olyanokat mondott, például Kornamics Lipótnak, amikor magyar ellenes kijelentéseket tett, hogy nagyon elragadtotta magát, mint magyar állampolgár, hogy azért érsek úr, hát nem gondol néha túlvilági igazságszolgáltatásra. Tehát különös ember volt, és hát ott van Betlen Miklós, és nem is beszélheti meg vele a kérdést. Megjelenik a 15, vagy hány emberből áll, könyvénkben fel vannak sorolva. Császárt képviselő, császárkirályt képviselő. Hát, testület előtt, és hosszú ideig tart ez a tanácskozás, mert első Lipót észrevesz, hogy az se figyelnek. Hát rögtön rájött, hát Erdélyi, hogy ezek azért nem figyelnek oda, mert megvan a döntés, hát akkor húzni kell az időt. És akkor hát, ha születik a döntés. Hát egyszer kiadta a parancsot a király, hogy a császár király, hogy hát ők császárnak nevezték, akik jelen voltak, hogy mi lesz a döntés, akkor minek erről vitatkozni? Hát Betlen Miklós elmondta a magyar alkotmányt, elmondta, amit ott a Szent Koronttal, akkor mindenből. Persze itt szűkbe tárulják, következik megint, hogy közben a magyar nádor, aki nem volt, mint a híres Eszterházy Pál, aki most nagyon szomorú az égi világban, az által alapított városkára néz, azt hiszem Kismarton a neve, ami most azért nagy osztrák nacionalista központ, mert nem laknak ott osztrákok. Tehát ilyen különös dolgok vannak. De mindenki bizonyítani akarja, hogy a nagy osztrák, a horvát és a magyar is, nem tudom ki is, a szlovén vagy milyenek van, lehet, hogy van néhány osztrák család is. Nekem ott mondták a múzeumban ezt, hogy ott nem nagyon laknak osztrákok, egy nagyon kedves hölgy mondta, akkor már szépen elbeszélgettünk a magyar és az osztrák történelem különös rejtélyeiről. Hát, Betlen Miklós csak mondja a paragrafusokat. Hát ennek elterjedt a híre. Én azt hiszem, de nem biztos, ennek még utána kell járni, hogy azóta csufolnak minket jogász nemzetnek. Mert hogy kérőről tudja az alkotmányt, holott nem írott alkotmány, amit könnyű betanulni, hanem történeti alkotmányt. Tehát, és mondja. És nem értik, hogy miért nincs vége.
És különös dolgokat is mond Bethlen Miklós. Olyan különös dolgot is mond egyet, ami miatt a mai történettudomány úgy fogja fel, hogy nem is Bethlen Miklós győzött, hanem első Lipót. Ugyanis nem olvassák el a diploma Leopoldinomot, mert a diploma Leopoldinom lényege az, hogy marad minden a régibe. Érvényben lesz Erdélyben a magyar alkotmány, Szent István törvényétől kezdve nem tudom meddig. Érvényben lesz a Szent Korona Tana, érvényben lesz a Szász autonómia, a Székely autonómia, stb. Tehát minden, ami volt. Tehát semmi köze nem lesz a német-római birodalomhoz. Ennek ellenére olvashatjuk tankönyvekben, hogy hát szegény Bethlen Miklós vereséget szenvedett, tehát egy császárra szemben csak vereséget lehet szenvedni. És a fő érvük az, és ez létezik, hogy azt mondta Bethlen Miklós, miután megjelent első Lipót is a tanácskozáson, és azt mondta, hogy uraim, hát türelmetlen vagyok, vessenek már véget a vitának, hát itt állja le a határozatot Bethlen Miklós. Na hát ezt köszönhető ez a bemenetel Eszterházy Pálnak, mert Eszterházy Pál közben nádorként, és Mátyás királynak köszönhető, hogy nádorként ilyen lehetőségei voltak, mert Mátyás király növeli tízszeresére a nádor hatáskörét, mégpedig akkor ebben volt egy kis csel is, meg diplomáciai indoklás is, mert amit akkor cselekedett Mátyás király, mert ő akkor még azt hitte, hogy német-római császár is lesz. Meg az olaszok már pedzegették előtt a római koronázását, ami valamiképpen a kizökkent idő helyreállítása lett volna, és ez nagyon rejtélyes dolog, tehát ebben most nem bonyolódjunk bele. De hát ő elmondta első Lipótnak, hogy hogy járt minden magyar királya szemtelen fordulni a Szent Koronával. Hát például elvesztette a hatalmát, például belehalt, mint első László a Várnai csatában, mert ma hadtörténészek mai napig tanulmányozzák, hogy miért esette le első Ulászló Várnai csatában. Hát akkor se tudta senki, csak azt mondták, hogy engesztelő áldozatként esett el, mert hiszen az ő érdekében sértették meg legsúlyosabb értékben a Szent Koronát. Tehát Eszterházy Pál Lipótnak elmondta a Salamon történetétől kezdve második Ulászló történeteig ezeket a rendkívül rejtélyes történeteket, és elkezdte félteni a feleségét, meg a családját, és önmagát is. És akkor azt mondja, hát nem van fontos neki, nem megnézte megint a térképen, az egész birodalomban mennyi helyet foglal el. Erdély megnézte, hát azt mondja, mindegy, hogy hova tartozik. És ezért ment úgy be, nem sikerült kiderülteni, hogy bement, lehet, hogy csak beüzen, hogy vessenek véget a vitának, és diktálja le a határozatot Bethlen Miklós. És a Bethlen Miklós azt a határozatot diktálta le, amit követi utasításként kapott az erdélyi rendektől. És abban benne volt, hogy vegye figyelembe Bocska István végrendeletét, mert ő a legeredményesebb erdélyi fejedelem. És a végrendelete az volt, hogy amíg a magyar király nem magyar területen székel, addig jobb, ha két Magyarország van, mert egymásnak biztosítékai, tehát Erdély ne egyesüljön Magyarországgal. Tehát benne van a Bethlen Miklós határozatában a követő utasítás alapján, hogy Erdély megmarad magyar törvényekkel, Szent Korona Tanával, de megmarad külön országgyűléssel, önálló államisággal a birodalmon belül. Na most ezzel magyarázzák, hogy ezt akarta első Lipót, ez volt a célja, nem ez volt a célja. A német-római birodalomban való beolvasztás volt a célja.
Tehát Bethlen Miklós győzött. Na most én nem bánnám, ha valaki megmondaná, hogy mennyi idő van, mert akkor még... Akkor most a következtetéseket levonása következik. De ebben a rettenet egy összetett mondatban, de éppen a befejező mondat következik. Egy összetett mondatba foglalnám össze, de lehet, hogy feltöltelem háromra, hogy érthetőbb legyen. Tehát ebben a helyzetben, amikor a nemzet halál rémével néz szembe minden európai keresztény nemzet, felértékelődik egész Európában a Szent Korona Misztérium és Tana, az egész magyar történelemmel együtt, de az egész történelem, magyar történelemmel még misztérium játékkal. Mert nem fejtettem ki az előbb, ez most csak egy zárójel, az joga van az embernek mindig zárójel, hozzáfűzni mondandójához, járójelhez megjegyzést, hogy amikor tanulmányozták, hogy végül is miért darabolják úgy példátlan módon fel Magyarországot, akkor nincs rá indoklás. És akkor azt írja le ez a belga ember, akit emlegettem, hogy hát tulajdonképpen a legártatlanabbat tüntették, mert a források szerint legártatlanabb. Mindenki Németországot szívta a Franciaországba, és Magyarországot büntette. Németországot nem lehet büntetni, mert Edvard Mendelhausnak már elhatározta, hogy Németország folytatni fogja a háborút. Mert az első világháború célja a hagyományos Európa felszámolása. Nem sikerült tökéletesen, például megmaradt az angol világbirodalom, gyarmatbirodalom. Kell legyen egy háború, ami azt is felszámolja, de azt Németország fogja folytatni, Clemenceau-t is ezért menezték. Tehát amikor aláírják majd a párizsi béke konferencia eredményét Trianonba azon a rettenetes napon, akkor már Millerand a francia aláíró, ma francia első ember, hát azt hiszem Poincaré megmaradt, tehát a köztársasági elnök megmaradt, de a miniszterelnök, aztán már Millerand, ezért Millerand levélnek hívják, amelyben közlik, hogy semmit nem vesznek figyelembe a magyar igazságokból. Hiába jártottak, hogy stb. Mert mindenben igazuk. Nagyon cinikus válasz. Tehát akkor levonja ez az ember azt a következtetést, hogy hát akkor, ha a legártatlanabb vagy keresztre feszítik, akkor az mi? Akkor a nagy misztérium játék, passió játék megismétlése. Nem egyeztetve magyarokkal írja le, hogy Magyarországot keresztre feszítették. Ő még hozzáteszi, hogy szabadkőnes akaratból. Mi ezt nem nagyon hangsúlyoztuk, de elismerjük. De talán hangsúlyoztuk, de nem tudjuk. Pontosan ezt árnyaltan kell kifejteni. Szabadkőneseknek 80%-ának fogalma se volt arról, mi a szabadkőnes akarat, ez mindig így volt, ma is így van. Tehát ez egy rejtés világ. El kell olvasni a saját forrásaikat is. De ha a legártatlanabb keresztre veszítették, akkor misztérium játék, és akkor mindenkinek a jövendője attól függ, hogy ebben a misztérium játékban kinek a pártján foglal állást. Hát ez a lényeg a kérdésnek. Emellé annyit lehet még hozzátenni, hogy akit Istenre emelt fegyverrel próbálnak megsemmisíteni, az nem semmisülhet meg, hanem csak megsemmisíthetetlenné válik. Hát fájó szívre befejezni.